életem. Nagy a pofám, mert nekem... Azt sem tudom, mióta van meg a magyar. Nem a, az USA jogsim az tavaly októberig. Aha. És azóta egyszer elvették. Komolyan? Mit művelte? Sima gyorshajtás. Tehát, hogy 20-as úton 60-nal mész. Egészen elképesztő. Itt egyenesen is réjem balra. Aha. De igen, mert január 2-án, nem, 1-én, kimentünk Connecticutba, és én vezettem, és rajtunk kívül nem volt senki az úton, és nem figyeltem a sebességmérő. Hát gondoltad, hogy Porsche szerelem száguldás is megindult. És azt vettem észre, hogy kijön a rendőr oldalról, és így villog, és így ránéztem a mérföld per óra mérőre, és így van, ups. És megálltunk, és az a baj, hogy Amerikában jogsít, de abban megállítanak bármiért, akkor baromi nagy büntetései vannak, és nekem elvették egy hónapra a jogsit. És kaptál egy kis helyenye, gyere, cseréljünk helyet. Hát egyébként a rendőrnéni az nagyon kedves volt, ő csak egy helyenye adott. Aha. És a büntetés nem is volt olyan magas, csak aztán később elkezdtek jönni a levelek, hogy akkor egy hónapig nincs jogsi, akkor annak a reinstating fee, meg akkor a mit tudom én milyen penalty, meg minden, meg a biztosítás magasabb lett, és az van, hogy ez a fél éves ilyen, ez most egy évre listol, jövő év áprilisáig megint nem kaphat el a rendőr, különben elveszik a jogsit, kész. Akkor megérte rallizni. Nem fogja. Jó, hát most of us. A magyar jogsimat nem veszik el, úgyhogy itt lehet, mert csak büntetést kapok.